Sziasztok, Star Wars rajongók! Üdv ismét mindenkinek itt, az Akadémián. Mielőtt belekezdünk a mai videóba, fontos megjegyeznem, hogy az komoly spoilereket fog tartalmazni a 9. Star Wars filmből, a Skywalker korából. Ennek tudatában javaslom csak a videó megtekintésének a folytatását. Szóval! A The Rise of Skywalker végén láthatjuk Rey-t, ahogy szimbolikusan végső nyugalomra helyezi a Skywalkereket, azok fénykardjait eltemetve a Tatooine-on, azon az egykoron a Lars család birtokába tartozó párafarmon, ahol Luke Skywalker is felnőtt. Ezt követően pedig aktiválja a saját új fénykardját, amely sárga fényben ragyog. És uram, tervezőm! Hát mennyire sokan érdeklődtetek iránta az alatt a videó alatt, amiben beszámoltam a filmes élményeimről. Ennek okán határoztam úgy, hogy akkor járjuk körbe a fénykardok közül ezt a sárga színtémát, és nézzük meg, mit is lehet tudni a témáról a kánon és a legendák szerint. Fontos megjegyezni, hogy több elismert forrás is csak simán sárga fénykardként hivatkozik Rey kardjára, nem arany és nem narancsként. Ettől függetlenül most igyekezzünk úgy kezelni, hogy az narancs, mivel jelentős különbségről szerintem nem beszélhetünk jelen esetben. Mielőtt azonban nekiugrok, engedjetek meg egy észrevételt. Már kétszer láttam a filmet, és másodjára direkt odafigyeltem arra a fénykardra az utolsó jelenetekben. Ahogy Rey lecsúszik a homokdombocska oldalán ott a farmnál, hasonlóan, ahogy azt annó a Jakku tette az epizód 7 idején, mely kis apróság amúgy szívmelengető volt, akár szeretjük a karaktert, akár nem. Nos, ekkor tisztán látszik, hogy az a fénykard ott lóg Rey övére csatolva. Hosszában a markolat nem a hagyományos méretű, hanem annál terjedelmesebb, és ahogy néztem a kialakítását, szerintem simán lehetséges, hogy egy dupla pengés eszközről beszélhetünk. Nem nagy jelentőségű info ugyan, de remélem más is észrevette. Ahogy azt is, hogy ezt a fénykardot valamilyen formában a kezdetek óta vele lévő botból építette fel. Legalábbis rengeteg hasonlóság erre enged következtetni. Szóval a sárga fénykardok. Találkozhattunk korábban a kánonnak számító tartalmakban ilyen fénykardokkal? A válasz az, hogy a vásznakon még eddig soha, de egyéb tartalmakban már igen. Az Age of Republic Marvel képregényekben, pontosabban az Obi-Wan Kenobi első részében egy zigériai Jedi mester Tószán használt egy sárga dupla pengés fénykardot. Asajj Ventress kései fénykardja is ilyen szép sárga volt. Ehhez a kardhoz az egykori sötét Jedi, aki Dooku gróf tanítványa volt, a fekete piacon jutott hozzá, miután Barriss Offee ellopta az ő fénykardjait a Klónok háborúja sorozatban. Az ifjú Rey nővér ezt a kardot használta ezek után egészen a haláláig. Akit az ő története érdekel ezzel a fénykarddal, az keresse a Sötét Tanítvány című kánonkönyvet. Ezeken túl pedig az említett Klónok háborúja sorozatban találkozhatunk a Jedi templom őrök kezében is sárga fénykardokkal, úgynevezett fénykard dárdákkal. És ugye most Rey kardja, melyet a botjából épített valamikor Yavin után 35 évvel az Exegoli csatát követően. Különlegessége, hogy egy forgatóeszközzel lehet aktiválni a hagyományos gombos és csúszkás megoldások helyett. Tehát azért jól látható a fentebbi felsorolásból is, hogy nem túl elterjedt ez a színvariáns a kánon tartalmakban. A kánon szerint annyit tudunk, hogy a fénykard színe a forgatója per tulajdonosa személyisége és az erőhöz való kapcsolata által alakul ki. A legtöbb kristály színtelen formában lel gazdára. Ezt követően ezek az erőre rezonáló, igazából bizonyos aspektusában élőnek nevezhető kristályok reagálnak az új gazdájukra, bizonyos esetekben pedig az erőn keresztül szólítják is őket. A legtöbb kristályból zöld vagy kék fénykard penge fog előtörni. Azonban extrém esetekben ez lehet lila, mint például Windu mester kardja, lehet fehér, mint például az Ahsoka Tano által megtisztított pengék, lehet sárga, ugye mint Rey kardja, és persze piros is, mint a Sithek kardjai, akik megrontják az elnyert fénykard kristályaikat, úgymondván véreztetik őket az erő sötét oldalát használva. Még egy apróságot megemlítenék a kánon tartalmakból, ami nem más, mint a Kolen kristály. Ezzel a különleges kristállyal a Mester és a Tanítványa című regényben találkozhatunk, ami kánonnak számít. Ez a kristály nagyon ritka. Ritkább, mint maga a kiber kristály, és csak a Pijal holdján található meg. Normál szemmel nézve ugyanolyan ez a kristály, mint amit a fénykardokban a Jedik is használnak, ugye a kiberkristályok. Azonban mikroszkópikus szinten egészen eltérő szerkezetük van. Képes ugyan rezonálni az erőre, de nem olyan mértékben, mint a hagyományos kardok. Viszont ezzel a kristállyal pajzsokat üzemeltettek, amelyeket a hagyományos fénykard nem volt képes átvágni, ha viszont egy ilyen kristállyal építettünk egy fénykardot, mert hogy lehetséges volt, az már át tudta vágni az említett pajzsokat. Ami pedig izgalmas, hogy a Kolen kristályokkal épített fénykardok narancssárga színűek.
Különösebb hozzáadott értéket vagy tudást az említetteken kívül az elismert kánon tartalmakból sem sikerült szereznem. Csak ennyit, szóval menjünk is neki a legendáknak szépen. A legendák szerint a Jedi Sentinelek, vagyis őrszemek használtak ilyen fénykardokat. Nem feltétlen csak sárgákat forgattak ugyan, de általában akinek sárga kardja volt, az az őrszemek közé tartozott. Ezek a személyek egyensúlyt kerestek valahol a Jedi konzulok és a Jedi gondnokok közt. Képzésük szerves része volt a nyomkövetés és a kémkedés, valamint az élet más aspektusainak vizsgálata. Ellentétben a Jedi rend alapelvével az ő nézetük nem ismerte el azt az állítást, hogy mindent az erő vezet, és minden csak azon múlik. Úgy vélték, hogy nem a mindent átjáró erő a megoldás mindenre. Akárhogy is nézzük, voltak nagy nevek a legendákban is, akik sárga fénykardot használtak. Lásd Kyle Katarn, Fridonnád, Lobakka, és rajtuk kívül egyébként még sokan mások, akiknek a neve annyira nem is ismert. A lényeg, hogy a Star Wars történetében nem új dolog, de a Star Wars filmekben igenis új a sárga fénykard. Jó, oké. Hagyjuk a legendákat. De Reynek miért sárga a kardja? Nos, a kérdés jó, a magyarázat viszont nem egészen egyszerű. Szerintem azért, mert van benne sötétség is. Ugye a vérvonalából eredően is, hiszen hiába vette fel a Skywalker nevet és szólítja magát Rey Skywalkernek a film végén, attól ő még egy Palpatine. De nem csak a nevében, hanem az erejében is ott van a sötét oldal. Ezzel vitázni sem lehet, hiszen használt egy elég magas szintű sötét oldali képességet, az erővillámot ugyebár, amely nem egy ilyen hip-hop használom képesség. Az egyszerű színkeverés kiadja, hogy mire is gondolok. Mint látjátok, a sárga, a zöld és a piros keverés által jöhet létre. Ahogy például a lila is, csak az a kék és a piros keverés által tűnik elő. A kép jól reprezentál amúgy szinte minden fénykardot, amit a kánon szerint ismerhettünk vagy ismerhetünk ez idáig. Tehát akkor Rey fénykardja azért sárga, mert egyensúlyban lenne a két oldal közt a használója? Teljesen elképzelhetőnek tartom. De tényleg így lenne? Nem tudom, talán. Ahsoka kardja azért lett fehér, mert ő megtisztított egy vérző kristályt, ezt tudjuk ugye az Ahsoka könyvből. A kép alapján működik a logika, hiszen a magyarázat úgy szól az ő esetében, hogy ha egy kristály megtisztul, akkor már nem lehet soha újra olyan, amilyen volt. Így viszonylag logikusnak tűnik a fehér szín, hiszen már nem piros, de zöld sem lehet többé, tehát semleges lesz, amilyen eredetileg is volt. Windu esetében tudjuk, hogy ismerte a mester a sötét oldalt, és egyensúlyban állt az ő benne. De nem használta azt, csak a vívási technikája alatt, melyet vapatként ismerünk. Rey esetében pedig úgy fest, hogy megint csak megmagyarázható ezáltal a történet. Akárhogy is, amíg nem tudunk pontos részleteket egy új regényből, vagy képregényből, vagy bármilyen más tartalomból, addig nem tudom, hogy van-e értelme komolyabban foglalkozni a témával. De ha tudunk majd konkrétumot, akkor ismét előveszem ezt. Az biztos, hogy most ennyit tudtam nektek összeszedni a témával kapcsolatban, remélem érdekesnek találtátok, és hasznos is volt azért valamilyen szinten. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és külön köszönet jár minden Patreon támogatómnak. Hamarosan ismét jelentkezem egy újabb videóval. Addig is csapjátok szanaszéjjel a like gombot egy erővillámmal, és döfjetek oda saját fénykardotokkal a feliratkozás gombnak. És természetesen, most is mint mindig, az erő legyen veletek, sziasztok!